kisterenyei római katolikus templom a 21-es főútról is jól látható, a dombvonulat peremén áll. A gótikus alapokon álló barokk stílusú épület a Gyürki-Solymosi kastély műemléki környezetéhez tartozik. ...1280 tájékán Ladomér, esztergomi érsek birtokcsere révén közvetlen szomszédságba kerül a mostani kisterenyével, akkor még ezt Tirinna vagy Terenne néven emlegették. Nyilván, hogy 1280 tájékán, miután a esztergomi érsekség legkeletibb részén volt egy egyháza, odafigyelt arra, hogy milyen körülmények között hogyan kap ez a település templomot. Tudnék ezt ezért mondani, mert a többihez viszonyítva, a többi falusi templomokhoz viszonyítva egy nagy épülettel, egy nagy tömbbel állunk itt szemközt. A mérete ennek a templomnak 10-szer, 5-szer, 4-öl. Ezt kettővel nyugodtan beszorozhatjuk, tehát 20-szor, 10-szer, 8 méter belvilágú templom volt. Ezt, hogy elképzeljük magunk mellett, akkor már egy kicsit a stílusára is tudunk következtetni, nem csak az időpontból, hogy 1280 tájékán épülhetett, hanem azzal is, hogy ebben az időszakban milyen stílusban építettek. Román stílus volt az eredeti állapota. Pontosan meg lehetett most már állapítani, mert mikor 1995-96-ban restaurálták kívülről, tehát leverték a falakat, akkor körülbelül 2 méter magasságú, 1 méter 10, 1 méter 20 szélességű románkori templomot, illetve románkori ablakot bontottak ki, és abban az időszakban meg lehetett látni azt is, hogy mi volt az a méret. A templomnak a mostani állapotát néve, tehát a nyugatfalő rész torony nélkül volt a korai középkori dolog, és ahol most állok, körülbelül innen építették 1839 és 44 között duplájára ezt a templomot. Stílusában egy kicsit utánozták a régi, tehát ha megépítettek egy úgynevezett románkoris templomot, az később gót stílussá építették át, a belső támfalak a bizonyítékok. Ezt gót stílussá építették át, és egy gót stílus, aki ugye későbbiekben a török alatt általában ezek a gótikus templomoknak a mennyezetei beszakadnak, akkor már elfeledték ezt a bizonyos építését, de mondott, és először úgynevezett kazettás megoldást alkalmazták. Ez a kazettás megoldás pedig azt jelentette, hogy ez a legsimább, amivel lehet, hogy gerendákra szépen kazettákat teszünk és elintézzük. Ezt a kazettás megoldást építhették át 1839 és 44 között, mikor duplájára építették, és ugye megmaradtak ezek a bizonyos boltozatok, amelyek a gótikus stílusra vannak, csak ebben az az érdekes, hogy ez fából van építve. Tehát fából van építve, és ennek a tükörképe is megvan fönt, és a gótikus stílusra onnan következtethetünk, hogy fönn megvannak a gótikus pilléreknek a maradványa, amit visszafejtettek, visszabontottak. Na most a belső berendezését illetően a 18. században épül maga ez a kórus a maga stílusában, és amit még megtartottak benne a szószéket, és a 18. századból a fából készült keresztelő kutat. A középkor 1674-ből ismerjük a kanonika vizitációkban, milyen volt a berendezése. Általában három oltára volt neki, tehát volt egy főoltára, a főoltára mindig Szent István első vértanúnak a tiszteletére volt, éppen ezért van a templomnak is, mint védőszentje, elkönyvelve, és kisterenyének a búcsónapja is december 26-án Szent István vértanúnak a napján volt. Tehát az átépítés során a klasszicista főoltárral látták el, ez a klasszicista főoltár a maga módján az egyik legszebb
stílusban megépített főoltár a templom nagyságához és a templom építéséhez méltókép. Tehát egy viszonylag egy összhangot tudtak összehozni. Tehát ezzel a meghosszabbított templom, ugye a későbbiekben során 1870-es években szenvedett kárt, a vidéken két földrengés volt, egyik Zagyva-Fárfalva térségében, a másik Kazár térségében, hogy sokkal jobban megsérültek ezek a templomok, és továbbiakban ugye kiállta volna ezeket a időjárási viszontagságokat, amelyek jöttek, a tetőzetét is rendbe tették, minden rendben volt, sőt, 1822-ig, hogy mikor pontosan se tudtak, építettek hozzá egy komoly nagy tornyot, és ez a torony építése, ami nagyon érdekes, nincs összekötve a főépületettel. Hogyha az ember felmenne a Kórósra és megnézni, az körülbelül 14-15 centi eltérés van, amit csak úgy téglával kibéreltek, de összekötve nincs. A toronyban általában három harang volt, ha már most a harangokról beszélünk, akkor elmondom, hogy 1771-ből van a legrégibb harangja, 1948-ból és 49-ből a másik két harangja. Mind ahogy itt Terenyén szokták mondani, ha halott van, akkor csendítenek, és a legkisebbel akkor gyermek a halok, hál' Istennek az mostanában elég kevés, hogy a középsővel akkor női halottra, és a legmélyebb hangúval, akkor pedig ugye férfi halott van. Amit még nagyon érdekes, hogy megemlíthetnénk, ugye a három oltár mellett megemlíthetnénk, hogy a szószékének másolata, vagy pontosabban lehet, hogy ez a másolat, ilyen stílusú szószéket, azzal a különbséggel, hogy nincs rajta a négy apostol, a Mátra Verebélyi templomba tudunk, és azt tudjuk, hogy ez 1403-ban már állt. Tehát ezek is a középkori dolgaira, tehát a középkori voltára utalnak. Amit még érdekességképpen meg lehet említeni, hogy az ember föltekint, akkor a mi atyánk különböző sorjaira találunk itt 2, 4, 6, 8 festményt, és ezeket a festményeket 1956-ban egy Szilágyi János nevezetű egyházi festő készítette. Erre szokták mondani, ez egy szociál festvény. Én megmondom őszintén, nekem nagyon tetszik, egyrészt mert egy kvalifikált festőről van szó, másrészt igaz, hogy szociál, de rajta van mindaz, ami Terenyében érdekes. Rajta van például ez a bizonyos sor, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Miből élt az itteni ember? A földből, a bányából és a vasútból. Ezeknek az alakjai minden ott vannak. Most az átépítések után ugye mindig kisült, hogy baj van a vakolással, a külső vakolással. Ha megnéztük azokat a képeket, amelyek a leverés után készültek, akkor látjuk, hogy az Aranyhegy mellett lévő kőfejtőből szedték, mészkő, ilyen erős, szemcsés, porózusos, a vizet magába szívja. Maga az alap az jó, bár nem is nagyon van, mert márgára építették ugyanúgy, mint a kastélyt, vagy a kúriát, és viszonylag jó megépítették, mert a falak nem repedeznek meg. Ellenben a külső erről a falról külsőleg lehullik a vakolat, de ez azt hiszem majd, tehát mert ha sikerül majd találni egy olyan homokot, amely agyagot nem tartalmaz, és esetleg technológiailag is megfelelő módon alkalmazzák. Kell még szólnunk az orgonáról. Az orgonája 1948-ból való, ugyanúgy, mint a harang, amely 48 és 49-ben való, a hívek köz adakozásából építetett meg. Meg kéne őrizni szerintem ezt a stílust, ami van, mert a jövő műemlékét azt mi döntjük el, mi marad meg, és ha még ráadásra, tehát olyan is, ami nem csak érdekes, hanem kvalifikált, az megérdemli, hogy a jövő is láthassa.